Az ne forduljon elő, hogy én kimegyek, én vagy a gyerekem, vagy Mohács Viktória, Lakatos Attila, és egy cigányember, akinek nincs mit enni, bármikor elkövetheti ellenem is azt a bűncselekményt, mint amit a magyar ellen elkövet. Én ezt akarom magadat megakadályozni. És annak a cigányembernek a 12 éves gyereke, aki áldozat, mert az áldozat, hogy az ne kövessen ilyen bűncselekményt soha. Mert fiatal koron fog a börtönbe jutni. Társ. A legfőbb probléma nekem a bűnözéssel. A bűnözésnek a növekményével, igen, ebben jelentős számban ott vannak roma polgárok is, de az alapprobléma az ennél sokkal összetettebb. Itt együttélésről is szó van, itt arról is szó van, hogy a város népességén belül egyenlőre tudtuk kezelni a problémát, amit, ha úgy tetszik, valóban van etnikai vonzata is. De ez így nagyon egyszerű, hogy csak arra tudom, hogy tehát nem ez az alapvető kérdés, hanem az alap probléma az, hogy ezzel a kérdéssel, amit roma kérdésnek hívunk, ezzel végre nagyon komolyan foglalkozni kell. Mire ez a etnikai feszültséget a városban? Én több alkalommal lenyilatkoztam, hogy súlyos a helyzet, lappangó a helyzet. Nem szabad elfelejteni, hogy 40 kilométerre Miskolctól itt van a olasz-liszkai tragédia, itt van a nagycsécsi másik tragédia, tehát itt erről a kérdésről, és ezt tartom a leglényegesebbnek, végre egyszer már nyíltan, indulatoktól mentesen, de beszélni kellene, és nem nyilatkozatok alapján mondani valakikről ítéletet, hanem azt mondani, hogy végre az ország nézzen szembe az egész problémával, az egész problémakörrel, és kezdjen el úgy foglalkozni, mint ahogy ezt megtették a franciák, megtették az Amerikai Egyesült Államokba. Főzöttel nem miskolci jelenség. Gondoljuk csak a sarkadi Tesco bezárására. Tehát ez gyakorlatilag ma már, ahogy mondtam, Észak-Kelet-Magyarország és Dél-Magyarországnak fajsúlyos kérdése, illetve én ma már azt mondom, hogy ez egy sors kérdése. Hogyha volt vitatható kijelentése a kapitánynak, akkor ezt ki kell vizsgálni. De mi amellett állunk ki, hogy ez a személyiség, ez egy nagyon jól képzett rendőr. Tehát mi amellett a munka mellett állunk ki, amit ő végez, és ennek az egésznek a lényege az, hogy egy nehéz helyzetű város, hangsúlyozok, hogy ez nem csak Miskolc, legfeljebb nálunk került ez most a Rivalda fénybe, de hogy itt fenn kell tartani a rendet és a nyugalmat. Hogyha holnap békés demonstrációról van szó, akkor azt a MSZP frakció nevében mondhatom, hogy a frakció is támogatja. A közelmúltban, amikor a rendőrkapitányság munkáját értékeltük, rendkívül sok képviselői hozzászólás elhangzott, és ezek a képviselői hozzászólások döntő többsége támogatta nem csak a rendőrkapitány urat, akinek a beszámolója szavaztunk, hanem magát a miskolci rendőrséget is. Egyhangú volt Miskolc város közgyűlése a rendőrség munkájának a megítélésébe, ebből pedig Pásztor Albert úrnak óriási szerepe van. Mondott egy állítást, és én a leglényegesebbnek azt tartom, hogy ez nagyon sokakban viszont benne van. Tehát hasonlóan a monoki példához, egy dologra feltétlenül jó volt, hogy végre direkt, egyenesen beszéljünk erről a magyarság számára sorskérdés jelentő problémáról. Tehát akkor lehet, hogy ebből Miskolc, illetve Borsod jól is jöhet ki, hogy végre elindul valami közös meg. Az országnak kell jól kijönni, ez a leglényegesebb dolog. A munka, itt a varázsszó, értse már meg a kormányzat is, hogy ezt már a cigányság nem tudja megoldani. Ez egy speciális feladat. A cigányság egy olyan leszakadó réteg, akin segíteni, mert ha nem segít, akkor elveszik a Lakatos Attilát, elveszik a Mohács Viktóriát, meg bárkiét. Értse már meg mindenki, hogy juttassák őket munkához, és nem lesz se bűncselekmény, semmi lopás. Olyan szépen együtt fogunk élni, mint a rendszerváltás előtt. Ha tudom azt most, hogy még nehezebb lesz, ez még nehezebb lesz, mert itt már beütött a krak. Olyan válság van nálunk, hogy ezt el nem lehet mondani. Ha olyan embereket, akik műveltek, tanultak, speciális munkát tudnak, több ezer embert küldenek el, megint mi lesz a cigánsággal? Hova teszik a cigányokat megint?